Eszterházy János és Pálffy Mária Anna fia, Eszterházy Miklós János gyermektelenül elhunyt nagybátyja halála után 1811-ben vette át a családi birtokokat. Az ő kezén egyesült a tatai, a pápai és a csákvári birtok. 1796-ban lett kamarás, 1831-től belső titkos tanácsos volt. 1799-ben feleségül vette Marie-Françoise de Baudrit, Roazen Márkinőt. A boldog házasságból 7 gyermekük született. 3 fiúk közül Pál az 1848-as szabadságharc honvédezredese, Móric nevű fiúk Ferenc József császár diplomatája és minisztere, míg Miklós Ferenc a tatai hitbizomány örököse volt. Eszterházy Miklós bőkezű és nagyvonalú építtető volt. A földrengés után a csákvári kastélyt újította meg, az atya által emelt barokk kastély hatalmas, impozáns, klasszicista kastélyként született újjá. De az ő nevéhez fűződik a tatai vár korai gótizáló felújítása is. A Gannán felépítetett plébánia templom egyben a család temetkező helyéül szolgáló mauzóleum is. A grófi pár gyakran tartózkodott Itáliában, Eszterházy Miklósról a kortársak feljegyezték, hogy még Rómában is templomot építetett. Az aranysújtásos kék dolmány a családi díszviselet több családtag képmásán is feltűnik. Ezt a családi uniformist, az Eszterházy huszárezred egyenruháját viseli Miklós gróf is, egyéniségének, művészet iránti vonzalmának sajátos attribútumaival kiegészítve. Képünkön az ifjú grófot festőszerszámokkal, rajzmappával, ironnal, művészként ábrázolták. A rajzolás, meccés, festészet a gróf kedves elfoglaltsága volt, és ezt a tevékenységet, akár csak édesapja a színház iránti rajongást, büszkén vállalta fel ilyen formában is.